Itt állunk Balástya egyik legjelentősebb helyszínén, és Balástya településről azt kell tudni, hogy a térség meghatározó helye, mivel a kertészet olyan magas színvonalon működik, ami kevésbé jellemző akár a térség többi településére, vagy akár Csongorád megyére is. Ezek a szorgalmas emberek, akik itt megtanulták évtizedeken keresztül ezt a fantasztikus mesterséget, a mai viszonyok között is csodálatos eredményeket tudnak elérni, és ezzel megteremtették azt a lehetőséget, hogy a településen jó élni, jó lakni, megtalálják az emberek a számításaikat, és jól érzik magukat. Ez a mai világban, ezt ritkán mondhatja el egy-egy települési lakó. Látszanak azok a munkák, amelyel túlnőtte a település önmagát. Vannak olyan rendezvényeik, amelyek országos szintűvé váltak, mint a Zöldség és a Virág Fesztivál kora őszi hónapokban, és a Böllérnap, ami szintén most már akár mondhatnám, hogy nemzetközivé is vált. Ezek mind olyan programok, amelyek ide vonzák a térségben élőket, az ország különböző sarkaiban lakókat, mert ritkaság számba megy ez a rendezvénysorozat. A település amellett, hogy ilyen nagyszerűen működik, azt is elmondhatja magáról, hogy az elmúlt években nem került az adósság csapdába, nem került az adósság fogságába, de ugyanakkor a település vezetői fel is vetették azt, hogy jó, ők jól dolgoztak, de hát azért az eredményt valahol el is kellene ismerni. Éppen ezért a kormány úgy döntött, hogy azoknak a településeknek, amelyek nem kerültek ilyen nehéz gazdasági helyzetbe, nem szaporodott fel az adósságuk, nem volt mit eltörölni, ezért ezeknek a településeknek 2014-től egy fejlesztési programot indít, amellyel élhet Balástya település is. Bízom abban, hogy ezek a fejlesztések, ezek munkahelyeket fognak teremteni, gazdasági növekedést fog teremteni a térségben és a községben, és ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a település valóban élhetővé váljon, és az legyen.